A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, ez itt a Paletta magazin augusztus 16-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Szikora János, a Vörös Marti Színház igazgatójával, és egy összefoglaló következik ezután a magyar királyok csontjainak azonosításáról. A királyi napokon a koronázási szertartás játékok keretében augusztus 19-én lesz a harmadik András, az utolsó Aranyágacska dráma bemutatója a Nemzeti Emlékhelyen. A drámát Szikora János írta és állította színpadra. Tehát ebben az esztendőben harmadik András az utolsó Aranyágacska koronázásába ágyazott élettörténetét mutatja be a Vörös Marti Színház Szikora János rendezésében, és természetesen a hozzátartozó maga a darabot is te írtad. Beszéljünk egy kicsit erről, hiszen a leromboltat építsd fel, a felépítettet őrizd meg. Ez a jelmondat 2013 óta rendkívül fontos számunkra Szent István ünnepén. Igen. Most, ha elsétálok a romkert előtt, amit már most nem nagyon lehet a romkertnek nevezni, hiszen a különböző építészeti elemek jóvoltából egyre magasabbra szökkennek a tornyok, és egyre jobban körvonalazódik egy hajdani épületnek a alapstruktúrája. Igen. Valahogy így nézhetett ki, és így most nem feltétlenül a vasakra gondolok, az acélvázra gondolok, hanem egyáltalán a körvonalakra, a dimenziókra, a léptékekre. És hát az én számomra az egy nagyon jól eső érzés, hogy a leromboltat építsd fel, igen, mi évről évre kísérletet teszünk arra, hogy felépítsük azt, amit az évszázadok leromboltak, és ebben a felépítésben, ebben a megőrzés szándéka is vezérel minket természetesen. Most pedig az összegzés következik, hiszen az Árpádházi királyok élettörténete véget ér harmadik Andrással, Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, második Vak Béla, harmadik Béla, negyedik András, negyedik Béla és Kun László után harmadik András következik. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási kihívás, hiszen még a történelmet ismerők számára sem túlságosan ismert az ő személyisége, másrészt pedig ugye az Árpádház kihalásával, mint utolsó magyar királyt megidézni, az rendkívül fontos feladat. Igen, érdekes, különös és szerencsétlen történelmi igazságtalansággal szembesültem, miközben elkezdtem foglalkozni harmadik Andrással, mert sok királyunk emlékezetével nem volt kegyes a történelem. De valószínűleg azért a dobogó legfelső fokán harmadik András áll. Harmadik Andráson, mire elérkezünk oda, mindenki lapoz, hogy hát igen, hát eddig jutott az Árpádház, lapozzunk, mert jön az új korszak, az Anzsu korszak, jön Károly Róbert, és egy egészen más politikai berendezkedés kezdődik Magyarországon. Harmadik Bélát nem ismerjük. Ismerünk az életéről adatokat, tényeket, a személyiségéről már szinte semmit. Tehát ezt mind-mind fantáziával és beleérző készséggel, képességgel kell pótolnunk. Ezt tettem most idén az ő személyével kapcsolatban, és ahogy foglalkoztam vele, egyre inkább közelebb került hozzám ez a figura, aki sokkal több figyelmet érdemelne,
mint amit szánunk rá. Egy szinte lehetetlen küldetés az övé. Tehát amikor 1290-ben 4. Kun László meggyilkolása után trónra ül itt Székesfehérváron, akkor tulajdonképpen ez az ország a káosznak, az uralhatatlanságnak egy olyan állapotát tükrözi, hogy hát az ember azt mondja, hogy ezt nem lehet megoldani. És harmadik Andrásban van ambíció, van kurázsi, és van elképzelés, hogy igen, én ezt meg tudom oldani. Egy egészen más mentalitással, mint amivel itt rendelkeznek az emberek. És ez a mentalitás tulajdonképpen a szellem uralmába, a jog erejébe vetett hit. Harmadik András Velencében nevelkedik. Reneszánsz, Velence, kultúra. És hát a Velencétől kőhajításnyira ott van Bologna, amikor harmadik András kisgyerek, akkor már Bolognában, már javában működik a Bolognai Egyetem. Később az egyik kalocsai érsek Magyarországon már Bolognát megjárt vallásjoggal foglalkozó tudós ember. Tehát vannak olyanok Európában, és vannak olyanok Magyarországon is, akik hisznek abban, hogy igenis ez, ahogy mondani szokás, nem az ököljog országa. Márpedig harmadik Andrást erre készítik fel. Fiam, ahová most mész, ahol uralkodni akarsz, úgy készülj fel, ez az ököljog országa. És harmadik András nem hisz ebben. És amikor elkezd uralkodni, akkor mellé áll Ladomér érsek, aki tényleg egy végtelenül jó szándékú, ambiciózus érsek, és ő nagyon-nagyon pártolja harmadik Andrásnak ezeket a jog által való rendteremtő elképzeléseit. Mindjárt Óbudára megy, országgyűlést hirdet, és ezen az országgyűlésen a harmadik András első törvénye néven elhíresült rendeletek sorozatát adja ki, amiben elsősorban megpróbálja az országban eluralkodott anarchiát kontroll alá venni, és ebben tulajdonképpen ugye a kulcs mozzanat az az, hogy az országot maguk között fölszabdaló hatalmas főúri klánok, oligarchák uralmának valamiképpen gátat kell vetni. Gondoljunk csak bele, hogy ezt érzékletessé tegyem, ezt a helyzetet. Amikor IV. Béla, és azért ugye jó pár évtizeddel korábban vagyunk, amikor IV. Béla hatalomra kerül, akkor az ő kezében az várak egyharmada van. Az összes többi főurak kezében van. Amikor harmadik András hatalomra kerül, akkor már csak az 1/5. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezeknek az oligarcha csoportoknak, nevesítsük is őket akár, az ország nyugati felét uralják az úgynevezett kőszegiek. Vas megye, Zala megye, Sopron megye, ezek mind az ő kis birtokai, a kis államai. Északon a felvidék területe, az a híres Csákmáté földje. Tiszántúl a Borsa kopaszé, Erdély a Kánaké, a Kán családé. Tehát ezek a családok, ha együttesen összefognak, akkor tulajdonképpen könnyedén legyűrnék a királyt. De nem fognak össze. Nem fognak össze, mert egymással is vetélkednek, és ez az egymással való vetélkedés az, ami tulajdonképpen egy folyamatos anarchiába sodorja az országot. Elég az hozzá, hogy harmadik András ennek a szinte kilátástalannak látszó folyamatnak próbál véget vetni. És hagyd tegyük hozzá, hogy nem minden siker nélkül. Tehát igenis,
elindulnak olyan mozzanatok, és itt elsősorban arra gondolok, hogy a középnemeseket, az országnak egy jelentős erejét adó, noha pénzzel és haderővel nem rendelkező, de lélekszámban annál nagyobb jelentőséggel bíró nemességet próbálja fölemelni, illetve valamiképpen kontroll alá vonni azokat a nagy főúri családokat, amelyek az ország irányításába így vagy úgy belefolynak. És aztán az egész mégis kisiklik, mégsem sikerül. Tulajdonképpen ez a kisiklás, ez a miért nem sikerül, erre nincsenek kézzelfogható magyarázatok. Talán nem tudunk rábökni egyetlen egy olyan mozzanatot sem, hogy na, itt volt az a hiba, amit harmadik András vétett, vagy na, itt történt az, ami miatt harmadik András elvesztette ezt az óriási küzdelmet. És itt, mint ahol nagyon sokszor lenni szokott, azt gondolom, hogy az okot, a törés okát, az belül kell keresni. Mert harmadik András tele volt ambícióval, tele volt jó szándékkal, tele volt a jogba, a szellem erejébe vetett bizalommal és hittel, de volt benne valami emberi gyengeség. Volt benne egy olyan empátia, ami ebben az időszakban egy olyan országban, amin ő uralkodott, megengedhetetlen. És tulajdonképpen megengedhetetlen lépések sorozatát tette olyan emberek irányába, akik tulajdonképpen az ő ellenségei voltak. És aztán van egy másik érdekes mozzanat, harmadik Andrásnak a függősége édesanyjától. Édesanyja, Velence nagyasszonya, úgy is szokták nevezni, az Adria királynője, utalván erre egy feltűnő szépségére, Ibolyás hölgynek is szokták nevezni. Tehát Morozini Tomazina, aki az egyik leggazdagabb és legjelentősebb velencei családnak a lánya, amikor megismerkedik II. András halála után született gyermekével, tulajdonképpen vakon hisz abban, hogy ez a fiatalember, ez még egyszer az én férjem, visszakerül Magyarországra, és elfoglalja a trónt, hiszen az őt megilleti. Nem így történik. Nem sikerül neki visszakerülni Magyarországra, több kudarcot is szenved ebben a próbálkozásában, és végül is Posztumus Istvánnak nevezik a történészek, utószületett István, talán ismertem nevén, ezt a fiatalembert, aki viszonylag fiatalon, 35 éves korában meghal, föladja, nem hisz benne, hogy ő neki valaha is sikerül visszatérnie Magyarországra, de nem adja fel az özvegye, Tomazina, nem adja fel, és a korán elhúzott férjének a gyermekét, Andrást, akit nagyapjáról nevezel Andrásnak, nem véletleképpen, most minden reményét belé helyezi. És hisz abban, hogyha az férjemnek nem sikerül, majd a férjem utódjának sikerül, a fiamnak sikerülni fog. És úgy is neveli ezt a gyereket ott Velencében, hogy te, fiam, királynak születtél, belőled király lesz. Vakon hisz benne, és ez a vakhit párosul egyébként egy rendkívül harcias és bátor jellemmel, ennek köszönhető, hogy gondoljunk bele, harmadik András, amikor trónra kerül, és itt egyre nagyobb zavargások tűnnek föl az országban, akkor az egyik legkomolyabb tűzfészket, Szlavóniát, annak a kormányzását nem másra bízza, mint az édesanyjára, egy nőre. Tehát azért nem lehetett akárki ez a Tomazina, akire rá lehetett bízni, és hagyd tegyem hozzá, hogy a történelmi tények ismeretében
sok sikert aratta Mazina. Tehát hol a diplomácia, hol az erő fegyverével, igenis győz a háborgókon. És ez az asszony egyszer csak hirtelen meghal. És tulajdonképpen a halálával valamiképpen valami támasz kicsúszik a lába alól. Közvetlenül előtte meghal Ladomir érsek, ez a másik nagyon fontos ember, aki a támasza a harmadik Bélának. És tulajdonképpen önmaga egyedül gyenge. Neki támaszokra volt szüksége, ilyen volt Ladomir érsek, ilyen volt az anyja, és miután ezek a támaszok megszűntek, ez az ember összetörik. Beteg lesz. Most, hogy harmadik Andrást megmérgezték, vagy nem mérgezték meg, összeesküvés áldozata, vagy nem összeesküvés áldozata, én ebbe nem tudok belemenni, és őszintén szólva, én ezt a fikciót nem is tettem magamévá, mert nem nagyon tudok vele mit kezdeni. Ugyanakkor dramaturgiai szempontból fontos szerep jut az elődöknek, hiszen második András és negyedik Béla is megjelenik a történetben Boldog Gizellával együtt, Klisszából, aki a történetét magát elmeséli, tehát visszatekintés is egyben. Ez mennyire nehezíti meg, itt most elsősorban a nézők szempontjából kérdezem ezt az ő dolgukat. Hiszen... Én nagyon bízom abban, hogy a hát én mindjárt hozzá, hogy harmadik András története egy első olvasatra meglehetősen zavaros történet. Bonyolult történet. Tehát az ember, amikor először így elolvassa még azokat a közvetett leírásokat is, vagy akár csak üssük fel a Wikipédiát is, olvassuk el. Ott is ez a ki, kicsoda, honnan, hova, tehát azért elég sűrű ott a szál, az ember könnyen eltéved benne. És én úgy érzem, hogy akkor tudok a néző számára egy tiszta és követhető történetet ábrázolni, ha visszamegyünk a történet elejére. És ez a történet második Andrással kezdődik. Az aranybullát kibocsátó második Andrással kezdődik, pontosabban az ő halálával. Ott kezdődik a történet, és ha oda megyünk vissza, akkor tulajdonképpen lépésről lépésre nyomon tudjuk kivetni, hogy ki is ez a harmadik András, és kik azok a figurák, akik az ő személyhez kapcsolódnak. Ami elhangzott, amiről beszéltünk, igen. Egy remek szereposztás egyébként, ezt majd egyébként nyilvánosságra hozzuk. És hát tulajdonképpen nem maradt más hátra, mint hogy invitáljuk meg a közönséget. Én azt gondolom, hogy már nagyon-nagyon várták ezt a darabot, várják ezt a darabot. Tehát 19-e, illetve 20-a, 21-e, ezek fontos dátumok. És hagyd tegyem még annyit hozzá, hogy különös jó voltából a sorsnak nagyszerű kiállítás zajlik éppen párhuzamosan a mi szertartás játékunkkal. Ez a Királyok és Szentek Árpádházi kiállítás a múzeumban. Én őszintén nagyon invitálok mindenkit arra, használja ki azt a lehetőséget, hogy a szertartás játékra szóló jegyek egyben megtekintésre jogosítják fel az Árpádház kiállításra, ezek belépőjegyek is egyben, szánják rá az életükből azt az egy órát, menjenek el a múzeumba, járják végig azt a fantasztikus kiállítást, és utána üljenek be a szertartás játékra, mert egészen biztos vagyok benne, hogy egy teljesebb és mélyebb képet kapnak, arról nem beszélve, hogy ennek az Árpádházi kiállításnak az utolsó termében kezdődik tulajdonképpen a mi szertartás játékunk. Hiszen ez az Árpádházi kiállítás az utolsó Árpádházi sar Tösszében, Svájc Winterthur melletti helység. Tösszében elhunyt Boldog Erzsébet sírjának, szarkofágjának a mészkő lapja, egy gyönyörű szép szarkofág tető, és tulajdonképpen az ő személyével kezdődik a mi szertartás játékunk. Tehát ahol végződik egy kiállítás, ott elkezdődik egy új történet. Nos, hát akkor köszönöm szépen az invitást, köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket, és kedves nézőink, hát természetesen akkor önök is a múzeum és a királyok, királyi napoknál a Nemzeti Emlékhelyre várjuk önöket, azért még hadd tegyem hozzá, már csak azért is mindenképpen érdemes, mert hogy
ez lesz az utolsó koronázási játékok a Nemzeti Emlékhelyen. A következő időszakban erről majd külön beszámolunk, egy új helyszínt keres a város, hiszen a koronázási játékoknak folytatódnia kell. Mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Közelebb kerültek a kutatók a magyar királyok csontjainak azonosításához. Sikerült például bizonyítani, hogy a székesfehérvári osztáriumban árpádházi királyok csontjai is vannak. Két árpádházi szemét azonosítottak, és kiderült az is, hogy Fehérváron temették el Halicsi András herceget. Legjobb minőségű DNS az emberi csontvázban, az a koponyában őrződik meg. Két helyen is van nagyon jó minőségű DNS, amit ki tudunk nyerni. Egyrészt a foggyökérnek a zománc rétegében, illetve a sziklacsontban, ami itt a halójárat körüli csontokat jelenti. Itt ezen a területen kell egy kis lyukat befúrni, és onnan lehet a jó minőségű DNS-t őrző csontport kinyerni, és abból tudjuk kivonni a DNS-t. 1936-ban már volt egy ilyen csontkamra, ami az osztárium elődje volt, és azt tudjuk, hogy mikor azt 84-ben kinyitották, ott úszott minden a belvízben. Látszik is rajtuk, eléggé megviseltek. Varga Gergely a székesfehérvári osztáriumból elszállított koponyacsontokat mutatja. Ezek kerültek Fehérvárról az intézet szegedi laborjába vizsgálatra. A jelenleg elérhető, legmodernebb molekuláris technológiát építették itt ki, amivel teljes örökítő anyag sorrendet tudnak leolvasni, akár 2000 éves csontmaradványokból is. A székesfehérvári osztáriumban mintegy 900 személy maradványait tárták fel. 204 minta teljes örökítő anyagát már feldolgozták, 102 minta feldolgozása jelenleg zajlik. A csontok nagy része pedig most visszakerülhet a Nemzeti Emlékhelyen található csontkamrába. Azt kell tudni róla, hogy mi archeogenetikai vizsgálatra vettünk csontmintákat ezekből a koponya maradványokból, a székesfehérvári Nemzeti Romkert osztárium koponya maradványaiból. Az archeogenetika annyiban különbözik minden humán genetikai tudománytól, hogy mi csont maradványokból vonunk ki DNS-t, örökítőanyag információt. Ezen örökítőanyag információ segítségével képesek vagyunk a személyazonosságát megállapítani egy egykor élt egyénnek, ha archeogenetikai vizsgálatnak vetjük alá, és most már szerencsénk van abban, hogy harmadik Bélából a Székesfehérváron egyedül feldúlatlanul feltárt királyból megvan az örökítőanyag információm immár teljes testi kromoszomális szinten, tehát minden árpádházi uralkodót képesek vagyunk személyazonosítás szintjén pontosan, exakt módon azonosítani. És ezért indult ez a projekt ezelőtt 2 évvel, hogy első körben a koponya maradványoknak adjunk egy lehetőséget arra, hogy személyazonosságot nyerjenek, így ezáltal az árpádházi királyoknak tudunk egy személyazonosságot adni, és végsősorban reméljük, hogy ez eljut oda, hogy egy még méltóbb emlékhelyet tudunk Fehérváron kialakítani. Az osztáriumból vett mintákból két árpádházi szemét azonosítottak a Magyarság Kutató Intézet kutatói. De az is bizonyítást nyert, hogy Fehérváron temették el Halicsi Endrét, vagy más néven Halicsi András herceget, amiről eddig nem szóltak az írásos források. A harmadik Bélát azt tudjuk, és a legutóbbi eredményünk volt, hogy nem csak a székesfehérvári genetikai vizsgálatokat végeztük el, hanem a Szent László erekéből, a koponya erekéből is vettünk DNS információt, és ebből megjelent már az a publikációnk, amely azonosította, hogy a koponya erekében László király van, 5 generációs távolságra a harmadik Bélától. A székesfehérvári osztárium anyagából is szerepel egy minta, ez a HU52 jelzési minta, aminek ugyancsak sikerült a személyazonosságát megállapítanunk, és ennek Halicsi András herceg
személyazonosságát sikerült megállapítanunk teljes genomszinten ebben a publikációban, és ez azért izgalmas lett, mert ő az az Árpád-házi családtag volt, akinek a történeti feljegyzések alapján nem ismertük a nyughelyét, viszont az osszáriumban találtuk meg a DNS adatok alapján őt, tehát Fehérvár volt, ahova eltemették Halicsi András herceget, és így még egy nagy hozadékára szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem csak azok az uralkodóknak várhatjuk a DNS adatait és a személyazonosságát, akit eddig tudtunk Székesfehérváron, hanem pont András herceg mutatja meg, hogy még több Árpád-házi uralkodó sírhelye, nyughelye is lehet Fehérváron. Emellett már most bejelenthetem, és be is jelentettük, hogy másik két Árpád-házi uralkodót is már azonosítottunk a leletanyagból, de jelenleg a feldolgozás folyamatos, tehát azért van lehetőségünk visszavinni a koponya maradványokat, mert mindegyikből a mintavétel megtörtént, viszont a DNS kivonás, könyvtárkészítés, tehát a molekuláris biológiai lépések folyamatosan zajlanak a már mintavett csontmaradványokból, tehát reményeink szerint további királyok azonosítására lesz módunk, és amikor befejezzük ezt az első fázist, tehát minden uralkodónak a DNS információját leolvastuk és összehasonlítottuk, akkor tudjuk elmondani, hogy pontosan hány Árpád-házi uralkodót sikerült azonosítanunk koponya maradvány szinten, és hogy ezek kik voltak, amit egy nemzetközi szakpublikációban fogunk összefoglalni. Az osszárium kutatásainak előzménye volt, hogy Kásler Miklós kezdeményezésére az Országos Onkológiai Intézetben meghatározták harmadik Béla csontjaiból az Árpádok genetikai állományát. Ez tette lehetővé a Székesfehérváron nyugvó maradványok, a Szent László erekje, illetve Tihanyban Első András csontjainak vizsgálatát is. Ezt mindenki tudja, hogy ezeknek a csontoknak korábban ugye antropológiai vizsgálata az megtörtént, tehát valamilyen szinten szét is választották, még ugye Erik Kingáig ezeket a csontokat, de hát ugye az már nagyon régen volt, és ugye nekik azért voltak bizonyos korlátai is, annyi évvel ezelőtt ugye nem álltak rendelkezésükre olyan technikai feltételek, mint ami ma rendelkezésre állhat, és ugye ezek a genetikai vizsgálatok új távlatokat nyithatnak, akár a csontok azonosításába, meg hát ugye régészetben is egyre több természettudományos módszert alkalmaznak, egy egyszerű régészeti feltárásnál is akár, nemhogy az uralkodók, királyunk csontjával kapcsolatban. Tehát ez mindenképpen egy előrelépés tudományos szempontból. Régebben korlátai voltak a kutatásnak, most is vannak ugye félrejtés ne essék, csak ahogy fejlődik a technológia, egyre közelebb juthatunk, hogy megismerjük akár a történelmünket is. Gyakorlatilag ugye korlátai vannak az írott forrásoknak is természetesen, és eddig ugye történelmi könyvekből is azokat az információkat, adatokat ismertük, amelyek ugye le voltak írva, és történészek összegyűjtötték, de ezáltal ugye új távlatokat nyitott gyakorlatilag ez a vizsgálat, hogy most már olyan adatok is rendelkezésünkre állnak, amelyek írott források szempontjából eddig nem, és olyan új, számunkra új személyeket is azonosíthatunk az osszárium csontjai között, akikről eddig nem tudtunk, hogy netán Székesfehérváron temetkeztek. A kutatás célja, hogy az Árpád-ház férfi tagjai mellett azonosítsák feleségeiket, rokonaikat, valamint a vegyes házi királyokat is. A munka későbbi szakaszában ezért igyekeznek bevonni további fellelhető mintákat, vizsgálhatják majd akár Károly Róbert és Nagy Lajos Nápolyban nyugvó rokonainak csontjait is. Már most mondhatom, hogy népességtörténeti jelentősége is van, tehát populációgenetikai jelentősége is van ennek a kutatásnak, amit ugyancsak ebben a publikációban szeretnénk közölni. Tehát a személyazonosításon felül van egy olyan érdekes népesség története, hiszen ebben az osszáriumban a 9. század vagy azt megelőző korszakoktól egészen a 16. századi egy igen fontos elit lelőhelynek a horizontja található, amiből egyébként a középkori Magyarországnak a genetikai történetéből tudunk egy szeletet bemutatni, és akár a Magyar Királyság megelőző időszakból is tudunk következtetéseket levonni. Ez egy olyan kiemelt projekt, ami nem csak Székesfehérvár, és nem csak Magyarország, hanem egyébként Közép-Európa történetében egy jelentős projekt, hiszen ezek az uralkodók a Magyar Királyság
és egyébként Közép-Európa uralkodói voltak, tehát nem csak a szűkebb értelemben vett hazánk történetében jelentősek, és ezért olyan szintre szeretnénk emelni, és itt a Székesfehérvár önkormányzatával, a Szent István Király Múzeummal egyetértésben ezt a kutatást, ami egy valódi nemzetközi legkiemelkedő kutatás lehet, és ezt csak úgy tudjuk elérni a publikációk keresztül, hogyha közelebb hozzuk az emberekhez. Az épp koponya maradványokat digitalizálják a kutatók egy 3D-szkenner segítségével, így később az egyének és a népesség történetét egy olyan virtuális és muzeális környezetben tudják bemutatni, láthatóvá tenni, amely igazán testközelbe hozza majd a történelmet a látogatókhoz. Magát a koponyát ide helyezik erre a kis forgóasztalra, és ezt így körbe forgatva tudom minden oldalról, anélkül, hogy nekem rohangálni kellene, és magát a szkennert pedig elindít, hogy körbe szkennelem. Először felülről, oldalról, és utána számítógép segítségével tesszük össze ezeket a szkenneket, és illesztjük össze, és készítik el ezt a 3D-s modellt. Elég precízen, elég pontosan veszi föl ezeket az apró részleteket is ahhoz, hogy később magának a fognak a felületét, kopási nyomait, kisebb arázlákat is meg tudjuk jeleníteni a későbbiekben, és később is tudjuk vizsgálni ezeket a koponyákat. És így a végén alkalmas az a nagybárkának a számítógép önrendelésen jelenti egy ilyen koponyát. Gyakorlatilag biológiai arcrekonstrukció készülhet királyainkról, így hamarosan szemtől szembe találhatjuk magunkat Szent Lászlóval, vagy éppen András herceggel. Ez mondjuk azt is jelenti, hogy tudni fogjuk, hogy egy uralkodónak milyen színű volt a szeme, és egészen egyedi vonásokról is képet alkothatunk? Gyakorlatilag szembenézhetünk ezekkel az uralkodókkal, és amennyiben lehetőségünk van rá, és ez már nem olyan meglepő, egy virtuális valóságban együtt lehet sétálni egy visegrádi várba, akár Mátyás királynak, vagy fiának és unokájának a rekonstrukciói között egy kiállító térben, és nem kell Székesfehérvárról kilépni. Vagy akár a Nagyboldogasszony bazilikában. Köszönöm figyelmüket, ez volt a Paletta magazin. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.